Lódi László, az esemény egyik rendezője Siófokról érkezett. Több mint 4 évtizede vesz részt aktívan a hexasak világában. Tőle kérdeztük, hogy pontosan hogyan is kell elképzelni ezt a játékot annak, aki még nem ült le a 6 szögletű tábla elé. Ugye a nevében is benne van, hogy ez egy 6 szögletű táblán, 6 szögletű mezőkkel játszott sakkjáték. A hagyományos sakk figurái szerepelnek ugyanúgy bent, annyi különbség, hogy egyel több gyalog és egyel több futó van. A gyalog azért van egyel több, mert a tábla olyan alakú, hogy az szükséges a gyalogállás felépítéséhez, míg a futó azért van egyel több, mert ugye a hagyományosakban 2 cím váltakozik, itt a hexasakban 3, fekete, fehér és szürke mezők vannak, ugye nem lehet a 6 szögek miatt két különböző szint egymás mellé tenni, úgyhogy ne legyenek szomszédos azonos színű mezők, ezért 3 szín van, ezért 3 futó is szükséges hozzá. Ma szervezzük ezt az országos ifjúsági hexasak bajnokságot, ugyanis ifjúsági téren van egy kis lemaradásunk, mert a hexasak, mikor 1980-ban Rudolf László révén bekerült Magyarországra, akkor hirtelen megindult fölfele, úgymond sokan elkezdték játszani, űzni, aztán valahogy a 90-es évek vége felé kicsit leapadta, úgymond a versenyzői kedv, vagy nem tudni, hogy ez mitől függött, és hát ugye a fiatalok elmaradtak, és aztán 2 éve találtuk ki, hogy kell az utánpótlás is, mert közben az a maroknyi hexasakkozó, aki megmaradt, gyakorlatilag megöregedett, hogy így mondjam, finoman fejezzem ki magam, és hát szeretnénk, ha ez a hexasak, ez a szép sporták fönnmaradna még sokáig. Ez a fő cél, igen, hogy még évtizedekig, évszázadokig akár fönnmaradjon a hexasak. 19 vállalkozó szellemű gyermek jelent meg itt a mai napon ezen a rendezvényen, és nagy küzdelmek zajlanak. Vannak, akik már előrébb tartanak a hexasakba, akik már pár éve játszanak, van újonc versenyző is, nyilván nem egyszintűek, de azért én úgy látom, hogy a fiatalabbak is eléggé jól harapnak, úgyhogy dicséret illeti mindenképp őket is, és hát én tudom ajánlani sok gyereknek ezt a sportágat, egyrészt a szépsége miatt, másrészt pedig talán könnyebb jó eredményt elérni, mint a hagyományosakban, mivel viszonylag kevesebben vannak. Délután még az várható, most tulajdonképpen az 5. forduló zajlik, 2 forduló van még vissza, van egy 100%-os versenyző, de mögötte nagyon nagy a tömörülés, és igazából még bármi lehet, tehát még nem nehéz megjósolni a verseny végeredményét. Ezúton szeretném megköszönni a II. Géza gimnázium igazgatójának, hogy lehetővé tette, hogy itt rendezzük a versenyt, hiszen nagyon szép, tágos teremben játszhatunk, ami ritkaság nálunk, mert nem egyszerű termet találnunk, és ideális körülmények fogadtak minket, úgyhogy köszönjük szépen! Kovács Bende gúzásodhalomról érkezett a bátaszéki versenyre. 8 éves, de már most is remek eredményekkel büszkélkedik. 9 aranyérem, 2 bronzérem és 1 ezüstérem, és 4 kupa. Kis Szilas Krisztófer Andocsról jött. Eddigi versenyein elért már 1. 2. és 2. helyet. Én nagyon szeretek sakkozni, már több éve sakkozom, és a sakk oktatón mutatta ezt a sportot, és azóta nagyon szeretem. Nagyon szeretem az ilyen gondolkodós dolgokat, játékokat. Remélem azért egy jó helyezést be tudok húzni. Eddig viszonylag jól sikerült. Kis Szilas Krisztófer kategóriájában győztes lett. Rajta kívül még a fiúk közül Győri Máté és Németh Aurél győzedelmeskedett.
Első helyezést a lányok közül Ábrahám Furus Lara, Olá Kitti Maja és Borsodi Luca értek el.